Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyar nép és a magyar kormány mély tisztelettel tekint az Amerikai Egyesült Államokra, legerősebb szövetségesünkre, a világ vezető gazdasági és katonai hatalmára. Éppen emiatt mély megdöbbenéssel vettük tudomásul, amikor a múlt héten a budapesti amerikai nagykövetség egy beosztott diplomatája megjelent a külgazdasági és külügyminisztériumban, és a kitiltási ügy mögött húzódó állítólagos bizonyítékok gyanánt ezt a fecnit adta át a minisztérium számára. Mindenfajta pecsét, hitelesítés, név, konkrét dátum nélkül. Ez a dokumentum semmivel nem tartalmaz többet, mint amit eddig is tudtunk. Nincsenek benne azok a hiteles, bizonyító erővel bíró információk, amelyek alapján a magyar kormány ki tudná vizsgálni ezeket az állítólagos korrupciós ügyeket. Így módon a mai érdeklődésre ezt tudjuk mondani, hogy gyakorlatilag nem vagyunk semmivel előrébb, mint voltunk egy héttel, két héttel, vagy immár egy hónappal ezelőtt. Mindazonáltal, ahogyan az egész ügyet a transzparencia és a nyilvánosság jegyében kezeltük, ezt a dokumentumot még a mai napon nyilvánosságra fogjuk hozni, azon kiegészítő megjegyzéseinkkel, amelyekből ki fog derülni, hogy semmilyen olyan plusz információt nem tartalmaz, amelyből a kormányzat részéről érdemi cselekvés fakadhatna.